Az 50 méteres férfi hátúszás fináléja jön. Nagy finálé lesz ez, de mondjuk nem a legnagyobb a mai napon. Az biztos, hogy a leggyorsabb. Darnyi Tamás is itt van, Verrasztó Zoltánnal. Szerintem mind a ketten maximálisan elégedettek azzal, amit eddig láttak ezen a napon. Két magyar arany és egy ezüst ugye vár. Nick Driebergen Hollandiával az 56 első bemutatottja. Hatodik volt az előző EB döntőjében. Bárnya pedig negyedik. Százháton csak a 16. volt. És akkor most jönnek a 106 dobogósai, Jeremy Stravius, aki ezüstérmes volt a hosszabb távon, negyedik az idei ranglistán, európai ranglistán. Majd Camille Lacour, aki óriási eredménnyel nyerte a 106 aranyérmét, új Európa csúccsal, és most is nagyon nagy fölénnyel jutott be ide a négyes pályára. Mellette viszont ott van a szám világbajnoka és világcsúcs tartója, Niem Tenkok, aki vezeti is az idei világranglistát, és aki bronzérmes volt 106-on. Lugos Griskó, ő már a következő, tehát a feliratot a következő úszóra vonatkozik, a 2008-as Európa-bajnokság bronzérmese. A Vitali Borisov, akit feliratban már láthatunk, most képen is mindjárt megmutatják nekünk. Ővé a hetes pálya, ötödik az idei európai ranglistán a 106 döntőjében. Hatodik volt, és Stefano Pizzamillónál előre lelődik a poént. Na mindegy, szóval az olasz Pizzamillo lent a 8-ason. Ő hatodik az idei európai ranglistán az EB-t megelőzően. Tehát Lacour például második, de sokkal jobbat úszott, mint Tenkok ranglista vezető ideje. 24-30-al jutott be a döntőbe, vagyis megközelítette a brit úszó tavaly Rómában felállított világrekordját is. Szóval 56 döntő, és középen a négyesen Lacour, egyel alatta pedig a világcsúcs tartó Tenkok. ...24-04, tehát az Európa csúcs és egyben világcsúcs. Lacour a táv második felén jött föl az előfutamban, most viszont már az elejétől kezdve vezet. Tehát Lacour az első helyen, szemmel láthatóan, és szemmel láthatóan óriási nagy időeredmény lesz ebből. 24-04 a világcsúcs. Camille Lacour nagyon-nagyon megveri a mezőnyt, és világcsúcs, nem! 300-addal marad el tőle. Mit úszott megint Lacour? Camille Lacour tehát most már kétszeres Európa bajnok. Úgy Európa bajnoki csúcs természetesen. Egy icipicit volt neki a csoda. Hiszen mindenki arról beszélt a 2009-es év végén, hogy amikor betiltják a csodadresszeket, akkor éveket kell majd várni a rekordokra. Hát ehhez képest Lacour 100-on már Európa csúcsot úszott, 56-on pedig iszonyatosan közel van a világcsúcshoz. Így is ő az Európa-bajnok, Tenkok a második, és Guy Barnea pedig a harmadik. Most meg akkor következne egy Európa-bajnok. Lacour után egy másik hős, a mi hősünk, Gyurta Dani, aki ott van fönt a stúdióban.